A világ leghíresebb fabábolyáról szóló mesét mindenki ismeri. Carlo Collodi 1883-ban megjelent regényét viszont csak kevesen olvasták, pedig Pinocchio kalandjai hihetetlenül szórakoztatóak, fordulatosak és néhol persze kicsit ijesztőek is. A Székesfehérvári Balettszínház új kortárs táncszínházi változata arra törekszik, hogy minél többet megmutasson az eredeti történet csapogó fantáziájából, játékosságából és humorából, s teszi ezt kivételes érzékkel, fantasztikus koreográfiával és zenével. Természetesen a Pinocchio igaz történetét fogja látni a kedves néző. Egy olyan táncszínházi mű született, amely egyaránt szól gyermekeknek, felnőtteknek, hiszen olyan örökérvényű tanmeséről beszélünk, ami, hogyha tudunk is, ezeket az alapigazságokat jó ismételni. És mindezt tesszük a költészet nyelvén, a tánc színház nyelvén. Krisztina Porrez Mormeneot vezető táncosként ismerjük, bár az elmúlt időszakban már megmutatta tehetségét koreográfusként is. Most is ez történt. Pinocchio néhol szívfájdító, máskor mulatságos történetét olyan egyedülálló érzékkel ültette át a tánc nyelvére, ami egy minden szempontból egyedülálló klasszikus előadást eredményezett. A gyereknek való nagyon sok mimika is van, hogy értendő legyen, és a forma, a nyelvezet az én vagyok, remélem meg látszik, és lehet érezni. És teljesen más történet vagy dramaturgiai készül Attilával, Attila készült a dramaturgiával, és szerintem nagyon izgalmas nyelvezet fog közönség megkóstolni. A táncszínházi mű a mához is szól, alapvető emberi tulajdonságokat vesz górcső alá, miközben megerősíti hitünket az emberi értékek fontosságában. A táncmese üzenete emberré lenni és embernek maradni minden körülmények között.